Köszöntöm a videó nézőit, és egy nagyon tartalmas és hosszú témát fogunk megbeszélni. A téma a reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja. Hogyan fog fölépülni ez az óra? Először is tisztázni fogjuk a reformkor fogalmát, kérdéseit, aztán a reformkornak a főbb kérdéseiről fogok beszélni, aztán a reform országgyűlések bemutatására kerül sor röviden, végül Széchenyi és Kossuth programjáról esik szó, és a legzárásként pedig a két nagy magyar közötti ellentéteket fogjuk megbeszélni. Kezdjük is el tehát a reformkorral. A reformkor előzményei, ugye a felvilágosodást követően Magyar Királyságban is, amely akkor a Habsburg Birodalomnak a része volt, voltak felvilágosult abszolutista uralkodók, például II. József, aki 10 éves uralkodása alatt 6000 rendeletet alkotott, amelyeket 3 kivételével a halálosságán visszavont, ez csak anekdota kedvéért mondom el. Ő például úgy gondolkozott, hogy az állam polgárok, a polgárok, az emberek, az országlakosok életét fölülről rájuk kényszerített jobbá tevő rendeletekkel, hasznosabbá tevő rendeletekkel lehet megjavítani az embereknek az életét, életkörülményeit. Ezt nevezzük felvilágosult abszolutizmusnak. De ugyanakkor, amikor II. József meghal, akkor az öccse, II. Lipót pedig szeretné a magyar rendekkel, nemesség, felsőklérus, értem ez alatt, de a rendiségről már korábban esett szó, a rendekkel közösen kialakítani egyfajta reformprogramot, amely egy alkotmányos királyság irányába mozdítaná el az abszolutista uralomtól a Habsburg Birodalmat. Ugye ezeket a módszereket II. Lipót még korábban, amikor Lombardiában volt ő herceg, akkor már kikísérletezte ezeket. És ezért az 1790-92-es országgyűlésen Lipót javaslatára az országgyűlés létrehozza az úgynevezett rendszeres bizottságokat, amelyeknek az lenne a feladata, hogy az ország működésének 9 területén, például közigazgatás, gazdaság, úthálózat, vallási élet területén kialakítson egyfajta javaslati programot a modernizáció céljából. Ugye Lipót halála után első Ferenc kezd el uralkodni, és ő pedig egy más módon képzeli el ezt a dolgot, és különösen, mert ijesztő számára a francia forradalom hatása, különösen a jakobinus diktatúráé, ez többszörösen visszalépésre kényszeríti az esetleges reformok felől is a Habsburg uralkodót. Közben ugye Magyarországon a Martinovics Ignác vezetésével elindul egy úgynevezett magyar jakobinusok mozgalma, amelyet végül maga Martinovics buktat le és jelent fel az osztrák titkos rendőrségnél. Ennek eredményeképpen ugye több kivégzésre, bebörtönzésre kerül sor, többek között ugye Batthyány Jánost vagy Kazinczy Ferencet, aki a bal felső képen látható szintén várfogságba vetik, és közben elindulnak a napóleoni háborúk Európa szerte, tehát nem éppen alkalmas a légkör arra, hogy bármiféle reformok történjenek. Ezért nagyon okosan és bölcsen a magyar gondolkodók köztük a már említett Kazinczy vagy a himnusz szerzője, a jobb alsó képen látható Kölcsey Ferenc és társaik, számos társuk úgy gondolják, hogy a nyelv és a magyar kultúra felvirágoztatása az, ami a nemzetet tudja addig is felemelni, amíg politikailag a szabadság nem vívható ki, vagy a modernizáció messze van, és ez a nemzeti gondolat és a nyelvújító mozgalom együttes erejének köszönhető az, hogy az 1820-as évekre tulajdonképpen létrejön egyfajta gondolkodó értelmiségi réteg,
az részben az arisztokraták között is, de leginkább a közép nemesség és a városi polgárság körében, és őrájuk már lehet támaszkodni a reformokkal. Ennek egyik emblematikus pillanata tulajdonképpen a reform igények berobbanásának a Magyar Tudományos Akadémia oldalán látható dombormű ábrázolt esemény, amikor az 1825. évi országgyűlésen gróf Széchenyi István az alsó táblán úgy kezdi a beszédét, hogy nekem itt szavam nincs, és valóban neki ott szava nem volt, hiszen ő a felső táblához az arisztokratákat felső klérus tömörítő országgyűlési platformhoz tartozott, míg a polgárságot és a kisnemességet és a vármegyék követeit és a városok, királyi városok követeit tömörítő alsó táblán ő nem szólalhatott volna föl. Ennek ellenére tesz egy felajánlást a magyar nyelvet ápoló társaság megalapítására, ugye ez a Magyar Tudományos Akadémia mai nevén, és ez a felajánlás az az emblematikus pillanat, amit a reformkor kezdetének tekinthetünk, amikor is ugye megjelenik egy olyasfajta dolog, hogy van gondolkodó személy, vannak gondolkodó személyek, akik nem restek anyagi és fizikai tetteket végrehajtani azért, hogy elinduljon Magyarországnak a modernizáció irányába, reformok irányába való elmozdulása. Melyek azok a nagyjából 1830-tól 1848-ig tartó szűk két évtizednek melyek a főbb kérdései? Ugye a modernizáció programját Kölcsey fogalmazza meg legvilágosabban a jelszavaink valának haza és haladás, a nemzeti gondolat és a gazdasági fejlődés együttjárásával, járásának meghirdetésével. Az első ilyen főbb kérdés, ami körül a viták zajlanak, ez az érdekegyesítés kérdése. Mi az, hogy érdekegyesítés? Ebben az időben a városi polgárság egy vékony, bár nem elhanyagolható része a magyar társadalomnak, a politikai, gazdasági hatalom azonban valósággal a nemesek és ezen belül is leginkább az arisztokraták kezében van, míg az ország lakosságának túlnyomó többsége jobbágy, azaz jogokkal nem rendelkező személyében sem szabad a nemeseknek alávetett személy, és tulajdonképpen ennek az érdekegyesítésnek a programja arról szól, hogy hát fel kellene ezek mellé a nagy nemes országot felemelő célok mellé sorakoztatni a jobbágyságot is. Ennek érdekében úgy azt a programot mondják az érdekegyesítést pártolók, hogy a jobbágyoknak jogokat kell adni, magyarán meg kell szüntetniük ezt a jobbágyi státuszukat nekik, és tulajdonhoz is kell őket juttatni, hiszen azt tud felelősen dönteni dolgokban, akinek van tulajdona, van mit féltenie a rossz döntésekről. A következő fontos pont a jobbágy felszabadítás ebből érthetően, tehát hogy meg kellene szüntetni a jobbágyoknak az alávetettségét, és szabad parasztokká, szabad emberekké kellene őket tenni. Ennek az eszközének tekintik az úgynevezett örökváltságot, amelyet itt meg is fogalmaztunk, hogy mi a tartalma, hogy a jobbágy örökre megválthatja a szolgáltatásait, ugye milyen szolgáltatások azok, amikkel a nemesnek tartozik, ezeket Mária Terézia 1767-es úrbéri rendelete tartalmazta, és ezt egészítették ki a későbbi uralkodók és országgyűlések is. Tehát ezektől, a kötelezettségektől, szolgáltatásoktól megválthatja magát, megszűnnek a kötelezettségei, kötöttségei, például oda megy, ahova akar, azt vállalkozik, aztval dolgozik, amivel akar, és megkapja az általa használt telki állományt, tehát amin gazdálkodott a nemes földjén, az a jobbágy tulajdonába menne át. Ezt nevezzük örökváltságnak. Kétfajta formájáról megy a vita,
Az egyik az önkéntes, amikor a jobbágy és a nemes, vagy a nemes és a jobbágy szabad megállapodást köt egymás között, tehát megegyeznek, hogy mennyiért, mennyi idő alatt tudja felszabadítani magát a jobbágy a kötelezettségei és kötöttségei alól. Ez teljesen a magánszemélyeknek a döntésén múlik. A másik irányzat azonban kötelező örökváltságról beszél, és egyre inkább ebbe az irányba mozdul majd el a magyar politika. A kötelező örökváltság az azt jelenti, hogy törvényileg elő van írva, hogy meg kell váltani a jobbágynak magát a kötöttségek, kötelezettségek alól, és cserébe szabad ember lesz, és megkapja a telki állományt. És ugye ennek két formája van a kötelező örökváltságnak, az egyik, hogy kárpótlással, amit vagy a jobbágy, vagy az állam, vagy a jobbágy és az állam közösen fizet ki a nemesnek előre, ugye a következő évek elmaradt szolgáltatásaiért, vagy pedig kárpótlás nélkül történjen ez. Tehát örökváltság, önkéntes, kötelező örökváltság, ezek a viták. A nemesi előjogok megszüntetése is egy nagyon fontos dolog, ezt majd később a 1848. március 15-i 12 pont úgy fogalmazza meg, hogy törvény előtti egyenlőség. Ehhez ugye alap lenne az ősiség törvényének eltörlése, hogy a nemesi földekkel lehessen vállalkozni, hitelt fölvenni rá, jelzálogosítani, eladni, elajándékozni bármilyen módon. Ide tartozik a nemesi adómentesség eltörlése, amit ugye az aranybulla garantál a nemeseknek, a kor eszménye szerint a nemes a vérével adózik az országnak, hiszen harcol érte, ez az úgynevezett nemesi felkelés. Ugyanakkor viszont az 1710-es évektől létezik sorozással, illetve bekerítéssel összefogott jobbágy fiúkból állandó hadsereg a Habsburg birodalomban, tehát ilyen értelemben már nem a nemesek viselik csak a fegyvert, hanem a jobbágyok ugyanúgy. És a nem nemesek hivatalviselésének engedélyezése is a nemesi előjogok megszüntetéséhez tartozik, tehát a jogegyenlőségnek az eszménye is egy fő vezér gondolata és fő kérdése a reformkornak. A gazdasági változások bevezetése is nagyon fontos része ennek. Egyrészt, hogy a vállalkozás legyen szabad, bárki vállalkozhasson, indíthasson műhelyt, kereskedhessen, vállalkozhasson. Fel kellene ehhez számolni a még mindig meglévő, többségben meglévő céhes viszonyokat, és szabad gazdasági társulásokat, manufaktúrákat, gyárakat kellene létrehozni, fejleszteni kellene az ipart, ez is egy fő kérdés ebben az időben, hogy hogyan, és ugye az infrastruktúra fejlesztése is ide kapcsolódik, ennek egyik fő eleme például a Lánchíd, vagy a gőzhajózás bevezetése, vagy az utaknak a megépítése. És végül, de nem utolsó sorban a magyar nyelv ügye, ami még egy nagyon fontos kérdés a reformkorban, itt ugye ide tartozik a nyelvhasználat kiterjesztésének a kérdése, mert ugye hát magyarul beszélnek a hétköznapokban az emberek, de legyen ez a nyelv a közügyek intézésének. Ne felejtsük el, hogy ebben az időben német nyelven zajlanak az országos ügyek intézései. Megyegyűlés ügyei határozatai, tehát már a megyének a dolgai is magyarul folyanak, az országgyűlés és törvényhozás nyelve is magyar legyen, és hát ugye nyilván ezt a nyelvet ápolni és fejleszteni kell. Ezeket a fő kérdéseket fogalmazzák meg, mint a magyar királyság, a magyar ország, a magyar nép, nemzet modernizálásának a fő gondolatai ebben jelennek meg a reformkorban. Most rátérünk arra, hogy a reform országgyűléseken milyen fő döntések születnek. Ugye 1825-27-es országgyűlés, amit a szó klasszikus értelmében még nem nevezünk reform országgyűlésnek, mégpedig abból a szempontból nem, mert erre az országgyűlésre még nem volt olyan politikai csoport, sem a felső táblán, sem az alsó táblán, amelyik konkrét reformok igényével, programjával jelent volna meg, ez majd csak 1829-30-tól
van. Ezen az országgyűlésen ugye Felsőbüki Nagy Pál, aki a képen látható, mond egy olyan beszédet, ami nagyon fellelkesíti a követeket, vármegyék követeit, amelyben ostorozza az arisztokratákat az idegenaikusság, az idegennyelvűség miatt, és tulajdonképpen részben ehhez kapcsolódva történik meg a már korábban említett felajánlás Széchenyi István részéről, és létrejön a Magyar Tudós Társaság, amely törvényileg, amely a magyar nyelv művelésére szolgál. Nagyon érdekes, hogy ugye én a mai helyesírás szabályai szerint nagybetűvel írtam a Magyar Tudós Társaság minden elemét, de ők még az alakító okiratukban a magyart és a tudóst kisbetűvel írták, csak a társaság volt nagybetűs. De a lényeg, hogy lesz egy olyan szervezet, amelynek van törvényi háttere és anyagi finanszírozása, ugyanis Széchenyi mellett sokan mások több tízezer aranyforintot ajánlanak fel ennek a támogatására. Lesz egy fórum, aminek az a célja, hogy a magyar nyelvet ápolja és a magyar tudományt fejlessze. 1829-30 a következő országgyűlés, és ezen az országgyűlésen három fontos rendelkezés születik. A magyar nyelv használata a helytartó tanácsban, ami ugye az osztrák állam szerve Budán, a várban székel, és ott onnan irányítja az ország életét, tehát a helytartó tanácsban és a bíróságokon már a magyar nyelv használatát írják elő törvényileg. Sorozás legyen, és ne kötéllel fogás. A kötéllel fogás az az, hogy ugye leitatták az embereket, fiatalokat a kocsmákba, és utána a katonák körbevették őket kötelekkel, és tulajdonképpen elhúzták őket a laktanyába, hogy a szökéseket megakadályozzák, és ehelyett azt mondják, hogy a sorozás legyen sorshúzással, tehát bizonyos százaléknak valóban be kelljen vonulni a hadseregbe, de ne erőszakkal, hanem hát bízzuk a vakszerencsére a kérdést. És a katonáskodás idejét 10 évre csökkentik a korábbi 2 évtizedről. 1832-36 már az egyik legfényesebb része a magyar országgyűlésnek, reformországgyűléseknek. Ugye itt már az egyik vezéregyeniség a Veselényi Miklós báró, akit a képen láthatunk, és nem akarok most belemenni az országgyűlésnek a külön döntvényeibe, de mindenképpen ki kell emelni, hogy a törvények nyelve magyar lett, tehát törvényeket már magyarul fogalmazzák meg és írják le. Nem nemes is lehet már felperes, tehát például egy jobbágy beperelheti a földes urát, ha úgy, amire eddig nem volt lehetőség, 1832-36 után beperelheti a nemest a neki alávetett jobbágy, ha nem korrektül jár el az úrbéri rendelet, vagy a érvényben lévő törvények, jogszabályok alapján. Rések támadnak a nemesi adómentességen, ez azért nagyon fontos, mert az országgyűlésen ott lévők túlnyomó többsége nemesi származású, tehát itt már maguknak is okoznak kárt, ha úgy tetszik. Bevezetik a hídvámot, ugye a Lánchídról is szól egy törvény, hogy megépítik, és hogy ott hídvámot kell fizetni. Erre az egyik magyar nemes úgy reagált, hogy inkább akkor úgy megy át Budáról Pestre, hogy lelovagol Mohácsig, ott átmegy Sajkával a Dunán, és föllovagol Pestig, de nem fog ugyanannyit fizetni, mint egy büdös jobbágy. Ugye, tehát a hídpénz az azt jelenti, hogy ezt mindenkinek társadalmi státusztól függetlenül meg kell fizetni, majd ha a kőhídon át akar menni. Kötelezik a nemeseket, hogy hozzájáruljanak az országgyűlés költségeihez, és az armális nemeseket megadóztatják, ugyanúgy, mint mindenki mást. Mi az, hogy armális nemes? Nincs köze a normálishoz az armálisnak, illetve egy armális is lehet normális. Tehát az armális nemes az, aki nem ősi jogon földbirtok alapján, hanem valamiért kapta a nemesi címét, és nem járt ebben földadomány. Sok ilyen végvári katona és mások vannak, a török háborúk idején sok ilyen címet osztottak ki, amihez nem járt földbirtok. Ugye ezt az országgyűlést erővel oszlatja fel első Ferenc halála után 5. Ferdinánd, akinek a kancellárja Metternich herceg, és erővel oszlatják fel, többek között Veselényi Miklóst is börtönbe
vetik másokkal, sokakkal másokkal együtt, és Veselényi Miklósnak ebben a fogságban töltött idő alatt a látása elkezd úgy romlani, hogy néhány éven belül teljesen meg fog vakulni. 1839-40-ben pontosan emiatt van egy botrány az egész országgyűlés indulásakor, hiszen Rádai Gedeont is börtönbe vetik, de a megye, egyik vármegye megválasztja őt követének, és ezért ki kellene engedni a börtönből, és hát erről van egy nagy húzavona a Habsburg hatalom és a rendek között, és végül a képen látható Deák Ferenc, akit majd a későbbiekben a kiegyezés miatt is a haza bölcsének becéznek, ő maga simítja el zseniális diplomáciai érzékkel ezt az ügyet, hogy kiengedik Rádait, de lemond egy másik személy javára a képviselői jogáról. Ezen az 39-40-es országgyűlésen több fontos rendelet születik szintén, ami a reform program megvalósítását segíti elő. Például az országgyűlések feliratainak, azaz amit a királyhoz küldenek döntéseket, és a megyék működésének nyelve magyar lesz. Látjuk, hogy fokozatosan egyre komolyabb dolgokban használják a magyar nyelvet, és önkéntes örökváltságról törvényt hoznak, tehát a közös megegyezéssel való jobbágyfelszabadítás. Szabad gyáralapítás, az mit jelent? Mindenkinek szabad gyárat alapítani, aki meg tudja ezt engedni magának. A részvénytársaságok alapításának, működésének és a csődeljárásnak a szabályozása történik meg. Ugye ez a gazdasági szempontból a modernizáció jele, hogy ilyenekről egyáltalán szó esett, és megengedik a zsidóknak, hogy a városokban is letelepedjenek, kivéve a bányavárosokat, ahol a helyi polgárság félti az előjogait. Tulajdonképpen ebben az időben jönnek létre azok a zsidó közösségek, nagyszámú zsidó közösségek, amelyek például Pesthez köthetőek, vagy Székesfehérvárhoz, vagy Győrhöz, vagy Pécshez, ekkor engedik, tulajdonképpen Szegedhez, engedik be ezekbe a városokba a zsidókat. 1843-44, amely egy nagyon fontos dolog, ugye ezen az országgyűlésen a centralisták, akiknek az egyik vezetője Eötvös József, akit a képen láthatunk, és ekkor még csak 21 néhány éves, 22 talán, ők dominálnak ezen az országgyűlésen. Ez az az országgyűlés, amely a magyar nyelvet államnyelvé, tehát a közélet, a bíráskodás, az ügyintézés, a sajtó, a törvényhozás, a megyegyűlés, és minden, ami Magyarországon oktatás, nyelvévé a magyar teszi, tehát a magyar Magyarországon 1843-44 óta államnyelv. És ez az országgyűlés dönt arról is, hogy a nemnemesek is betölthetnek hivatalokat, rendelkezhetnek nemesi javakkal. Tehát mi az, hogy nemesi javval vagy nemesi javakkal rendelkezni? Például egy jobbágy is birtokolhat most már földet, lekereskedhet és üzemeltethet például fogadót, kocsmát, más vendéglátóipari egységet. És megengedi ez az országgyűlés, hogy a katolikus hitről protestáns hitre áttérhessenek az emberek. Eddig nem volt meg ez a vallási szabadság, hogy a római katolikus felekezetből valamelyik protestáns felekezetbe átjárhatóság legyen, a másik irányba, tehát a katolizálás irányába volt átjárhatóság, ezen a területen pedig nem volt. És végül az utolsó reform országgyűlés az 1847-48-as országgyűlés. Ezen az országgyűlésen már léteznek ugye a konzervatív párt, amelyek az udvarhű nemességet képviselik, már létezik az ellenzéki párt, amelynek arisztokrata vezetője, a későbbi első magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos gróf, és tulajdonképpen ennek az országgyűlésnek a jelentősége egy későbbi órán lesz majd kidomborítva, hiszen ennek az országgyűlésnek a végeredménye az,
hogy ez az utolsó rendi országgyűlés, hogy megszületnek 1848 áprilisában az úgynevezett áprilisi törvények, amelyek tulajdonképpen egy alkotmányos királyság formáját hozzák el jogilag Magyarországra. Itt lejárt az időnk, és ezért a következő részét ennek a témakörnek, Kossuth, illetve Széchenyi és Kossuth programjának a megbeszélését és ellentétnek a megbeszélését egy másik videóban fogjuk folytatni.